Igazi kánikulában edzenek a Spari futballistái a régi volánpályán, a meleget árnyékban sem könnyű elviselni, árnyékot viszont maximum a kapufák vetnek a pályára. Az iramra és a hangulatra ettől függetlenül sem lehet panasz, az egymás közötti játékban mindenki igyekszik a legtöbbet nyújtani. Nem volt ez másként a szlovéniai edzőtáborban sem, így Feszkó Tamás érthetően elégedett a szűk két hétben tapasztaltakkal. Minden egyes szituációra menni kell, kapus! 12 napot tudtunk dolgozni, ugye nem ilyen rekkenő hőségbe, és több taktika elemet be tudtunk gyakorolni, valamint a edzőmérkőzések is, ugye azok is pozitív visszhangok volt. Igaz, hogy egy elmaradt a COVID-fertőzés, mert nem tudott kiállni az egyik ellenfelünk, de nagyon pozitív volt a Szlovéniában ezek a csapatok, akikkel találkoztunk, hiszen volt egy első osztály, volt egy első osztályból kiesett, valamint egy másodosztályból feljutását küzdő csapat ellen tudtunk játszani. Közös programok azért voltak. Próbáltuk megtörni itt a 12 nap monotonitását. A tábor közepén volt még egy rafting túránk is, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Úgyhogy bízunk benne, hogy nem csak a pályán, hanem pályán kívül is összecsiszolódott a csapat. Az új játékosok egyike Dajs Bence, aki korábban az MTK-nál már dolgozott együtt Feszkó Tamással. A védő szerint ez csak az egyik ér volt amellett, hogy igent mondjon a nyíregyháziak invitálására. Először is egy nagy múltú klub, és úgy érzem, hogy az idei szezonban esélyes a feljutásra. Akármennyire még szezon előtt vagyunk, én amióta itt vagyok ebben a két hétben megismertem a társaságot, és egy nagyon jó kvalitásokkal rendelkező és erős csapat alakult itt, úgy gondolom. Meg természetesen a mesternek a személye is nagyba hozzájárul, de mondom még egyszer, a maga a csapat, ami vonzó volt nagyon. A Spari a bajnoki főpróbán szombaton 11 órakor Debrecenben lép pályára. A vezetőedző elmondta, hogy mit vár a csapattól az NB1-es Loki elleni mérkőzésen. Taktikailag az, hogy nagyon fegyelmezettek legyünk. Ugye nagyon sokat hangsúlyt fektettünk a védekezésre. A két gólt kaptunk a felkészülési mérkőzéseken Szlovéniában. Abból egy ilyen véleményes 11-es volt. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a Debrecennek se lesz annyi helyzete ellenünk. És tényleg igazán szerint az eredmény, de bajnoki főpróbán azért azt mondom, hogy egy első osztályú csapat ellen azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményt tudunk elérni. Az NB2-ben a jövő hét végén indul a szezon. A Nyíregyháza Spartakusz vasárnap Győrben az Eto'o ellen lép pályára.